Híradónkat látják, köszöntöm Önöket! Ahogy arról már korábban beszámoltunk, Pápa lesz az Ifjú Horváth István Nemzeti és Nemzetközi Amatőr Színházi Fesztivál otthona. A találkozó 40 év után Kazincbarcikáról városunkba költözik. 2015-ben Progress elnevezéssel, új arculattal, de a megszokott színvonalat tartva várja a hazai és határon túli magyar nyelvű, valamint külföldi felnőtt amatőr színjátszó együttesek jelentkezését a Pápai Fesztivál. Tájékoztatták a sajtót ma délután a program szervezői. 42 év kazincbarcikai lét után az Ifjú Horváth István Amatőr Színjátszó Fesztivál új névvel, friss koncepcióval folytatódik Pápán. A fesztiválnak régóta szakmai támogatója a Magyar Színjátékos Szövetség. Úgy érzem, hogy itt Pápán nagyon jó a közeg, úgy érzem, hogy itt minden feltétel adott ahhoz, szerintem még inkább, mint Kazincbarcikán, hogy a várossal együtt folyjon ez a fesztivál, hogy ne valamiféle elszigetelt rendezmény legyen ez. Nem csak a hely, az arculat is új, mondta a sajtótájékoztatón Balogné Uracs Marianna, a fesztivál operatív igazgatója. Az év második felében logó pályázatot írtak ki az új Progress Pápa névhez. A pályázatra sok igényes munka érkezett, a zsűri Olá Júlia munkáját ítélte a legjobbnak. A hely adott, az arculat kész. Várják tehát a jelentkezőket a fesztiválra, mely 2015. július 1-e és 5-e közt lesz városunkban. A jelentkezési határidő 2015. március 1-e. A fesztiválra a hazai és a határokon túli magyar nyelvű, valamint külföldi felnőtt amatőr színházi együttesek jelentkezését várjuk. Összesen 16 csoport megjelenésére számítunk, 8 hazai és 8 külföldi csoport vehet majd részt a fesztiválon. S hogy a jelentkezők közül ki vehet részt a fesztiválon, azt a művészeti igazgató Komáromi Sándor dönti majd el a tanácsadó javaslattevő testület tagjaival együtt. Nem engedünk abból, hogy a fesztivál, amely most Progress néven fut tovább, ez továbbra is tartsa azt az imidzsét, mely szerint csúcsfesztiválnak nevezhető itt Magyarországon abban a tekintetben, hogy valóban nemzetközi szintérre lép ki, és nemzetközi amatőr csapatokat és hazai csapatokat egyaránt vár. Unger Tamás alpolgármester is örömét fejezte ki, hogy a fesztivál Pápán lett otthonra. Mint mondta, a város a finanszírozásból is részt vállal. A város kifejezte már a támogatói szándékát költségvetésében is a fesztivállal kapcsolatosan, és ezt mi rögzíteni is fogjuk majd. Én azt gondolom, hogy pályázati forrásokat mindenképpen igénybe kell és lehet venni. Emellett szponzorok jelentkezését is várják, mondta az alpolgármester, hogy a Pápai Fesztivál méltó legyen a már megszerzett nemzetközi hírnévhez. 14 új fát ültettek ma Gróf úton. A városgondnokság dolgozói az ott álló 6 akácfa helyett telepítettek gömbköriseket. Az előnevelt facsemetéknek köszönhetően hamarosan egységes fasor díszíti a Gróf utat. A városban pedig tovább zajlik a közterületek rendezése és a fatelepítés. A buszpályaudvar mellett a Gróf út mentén ma délelőtt 14 új facsemetét ültettek. Ez a munkálat annak a városi koncepciónak a része, mely a beteg kiszáradt öregfák kivágását és az új, az arculatba illő, megfelelő fajtájú fák telepítését célozza meg. Fontos, hogy sok zöld terület legyen a városban, mondta el kérdésünkre dr. Áldozó Tamás polgármester. Ennek a városnak olyanok az adottságai, hogy ezeket viszonylag könnyen ki lehet alakítani. A következő évekre nézve egyébként van olyan tervünk is, hogy új parkokat fogunk építeni, hiszen például a Szabó Ervin utca, Bocsor utca környékén gyakorlatilag nincsenek fák, hiszen szántóföldek helyére, mezőgazdasági földek helyére építették a házakat, tehát például a városnak azon a pontján kell is, hogy egy parkot építsünk. A parkosítás, fatelepítés mellett favágások is történnek. Jelenleg az Igal lakótelepen írtják az előregedett, allergizáló nyárfákat. A távlati tervek javarésze a belvárosra koncentrálódik. A Várkastély környékére, az úgynevezett kastélykertbe, a Tapolca-Meder-Szent István út Gróf út által határolt területre is hamarosan átalakítás vár.
van egy olyan benyújtott pályázatunk, amivel ugyan nem nyertünk, de egy részletes kertépítési tervet tartalmaz. Ez a kertépítési terv nagyjából rekonstruálna azokat az állapotokat, amiket annak én az Eszterházi családi kastély környezetében kialakított, és ezek az állapotok lényegesen eltérnek attól, mint ami ott jelenleg található. Például ott nem voltak tuják, nem voltak fenyők, mert nem is valók oda. Úgyhogy azoknak a fáknak a helyére, amiket most ott majd ki fogunk vágni, azok a növények kerülnek, amik ebbe a kertépítési tervben már korábban szerepeltek. A régi kastélykerítés alapjai körül is rendet kell tenni, mondta el a polgármester. A kerítés alapjait ugyanis az oda nem illő növények gyökerei tönkre tehetik. A favágási és fatelepítési munkálatokat minden esetben szakemberek irányítják. A várkert megújítására szakmai segítséget a Bakony Erdő ZRT munkatársai adnak. A kastélykert átalakításának megkezdése előtt a városvezetés lehetőséget szeretne biztosítani arra, hogy a szakemberektől mindenki részletesen tájékozódhasson arról, melyik fát miért kell kivágni, és milyen szakmai szempontok indokolják a beavatkozásokat. A pápai származású énekesnő Zsédenyi Adrián 2015. évi kalendáriumát mutatták be tegnap városunkban. Zséda negyedik alkalom alatt ki kalendáriumot, az új kötet minden eddiginél őszintébbre és személyesebb hangvételűre sikerült. A könyv középpontjában a 800 éves jubileumát ünneplő pápa áll. A kalendáriumban szereplő történetekben pedig átsejlenek Zséda gyermekkori élményei, családja hagyományai és az általa fontosnak tartott értékek. Az Eszterházi kastély nádortermében várta Zsédenyi Adrián a pápaiakat. A könyvbemutató közönségének Zséda nem csak kalendáriumáról, könyve elkészültének titkairól beszélt, hanem családjáról és szülővárosához fűződő érzelmeiről is. Nekem a békesség szigete pápa, mondta. Nagyon régóta dédelgettem már ezt az álmot magamban, hogy szeretném az én szememem keresztül bemutatni ezt a várost, ahogy én láttam, hát most már ki sem mondom, hogy hány év alatt, amióta ide megszülettem, és hát évről évre, meg hát nagyon sokat járunk haza, főleg amióta a kisfiam megszületett, mert ő nagyon szeret itt lenni, és a nagypapával barangolni az erdőkben is, és hát nagyon imádja ezt a vidéket. És hát az én szememen keresztül és azokon az értékeken keresztül mutatom be, amit én megtanultam, én fontosnak tartok. Zsida elárulta, ezeket az értékeket az évszakokhoz kapcsolódóan mutatja be kalendáriumában. A tél a hagyomány, az Eszterházi kastélyon keresztül, a tavasz a templomok, a hit, a nyár az embereket mutatja be egy piknik keretében a kékfestőterítőn, de nem akarom teljesen elárulni, az ősz pedig az iskolaváros a tudás. A kalendárium bemutatóján Zséda énekelt is. A három előadott dal között szerepelt az is, mely jövőre megjelenő lemezén lesz hallható. A Magyar Versmondók Egyesülete két évente szervezi meg a Radnóti Miklós Nemzeti Vers és Prózamondó versenyt. A rendezvényre most a 2012 és 2014 között megrendezett országos és határon túli magyar nyelvű vers és prózamondó versenyek legjobb előadóit hívták meg. A megmérettetésen minden alkalommal az amatőr előadó művészet legrangosabb díját osztják ki, a felnőttek Radnóti díjat, a fiatalok Radnóti diplomát kapnak. Az idén kiosztott három diploma egyike Tegyi Kornélé. Tegyi Kornél drámajátékokon nőtt fel, a színjátszás, a versmondás kisiskolás kora óta része életének. A Radnóti diplomáról is egy foglalkozás után beszélgettünk vele. Kornél számos versenyen szerepelt nagyon jól. Helikonos vers és próza fődíj, Regősök húrján országos első hely, hogy csak néhányat említsünk az utóbbi időszak jó helyezései közül. Szereplésének köszönhetően hívták meg a Radnóti Miklós Nemzeti Vers és Prózamondó versenyre. Volt kötelező és szabadon választott kategória. A kötelezőben természetesen Radnóti verset kellett mondani. Annyira nem ásom bele magamat a Radnóti versekbe, viszont a hangulata nagyon jó, és az, ahogy beszél dolgokról, az nagyon tetszik. Egy kicsit olyan visszafogott, de mégis szép és kerek, és nem tudom, tetszik, szép. A kötelező versek kiválasztásánál
Kornélt Komáromi Sándor segítette, aki két szempontot tartott szem előtt. Egyrészt, hogy a diákhoz valamilyen módon közel álló vers legyen, abban az értelemben, hogy jól álljon neki az a vers. A másik pedig az, hogy a versmondás az előadó művészet szabályainak is valamilyen szinten meg kell felelni. Így választottunk ki két Radnóti verset Kornéllal. A kötelező kategóriában Kornél Radnóti Tétova ódáját és a Mind észrevétlenül című versét jelölte meg, a szabadon választottban pedig egy Cserna Szabó András prózát és egy Jókai Mór verset. A versenyre közel 50 ifjúsági és felnőtt vers és prózamondót hívtak meg. Mindkét kategóriában 3-3 díjat ítéltek oda, a fiatalok közt Kornélé lett az egyik Radnóti diploma, így ő a nemzet egyik legjobb ifjúsági versmondója. Korosztályában az első háromban benne lenni, ez mindenképpen nagyon nagy dolog, de hogyha a felnőtt korosztályt ide veszem, akkor is benne van az első ötben. Tehát valóban ez ezt jelenti, hogy egy kiemelkedő teljesítménnyel bíró tehetség. Ő Pataki András, aki zsűrizett a Radnóti versenyen. A Soproni Színház igazgatója szerint Kornélnak helye van a Színművészeti Egyetemen, s ő szívesen is dolgozna a tehetséges fiatallal. Ha őt fölveszik, akkor teljességgel elképzelhető olyan szintű együttműködés, hogy akár ösztöndíj rendszerben, és amíg még Sopronban vagyok, akkor Sopronhoz köthető az ő létezése, tehát szerződést fogunk neki akkor abban az esetben ajánlani. Ez természetesen még a jövő, de addig is figyelemmel fogja kísérni Kornél pályájának alakulását, ígérte Pataki András. Boldog, aki olvas, aki jól olvas, boldogul. Ez a mottója a Szent István Római Katolikus Általános Iskola hagyományos szövegértési versenyének. A megmérettetést immár 5. alkalommal szervezték meg az intézményben, a versenyre rekordlétszámú nevezés érkezett. Bognár József, a Tarci Iskola nyugalmazott igazgatója hívta fel 5 évvel ezelőtt a katolikus iskola magyar tanárainak figyelmét arra, hogy hiánypótló lenne egy szövegértési verseny a városban, mondta a szervező Németné Szabó Otília, hisz a felmérések azt mutatják, hogy a diákok egyre nehezebben tájékozódnak a szövegekben, sokak szerint azért, mert aggasztó helyzetben van az olvasás kultúra. Ez egy örök vita, hiszen sokan mondják, hogy a neten is olvasnak a gyerekek, de valóban romlik a gyerekek szövegértése. Én magam is tapasztaltam, hogy nem olvasnak klasszikus irodalmat, tehát klasszikus magyar népmeséket. A Walt Disney történeteket ismerik, de az igazi szép magyar meséket nem. Így a lelkületük sem olyan. És a jutalomkönyveknél mi például ezt próbáljuk pótolni. Sok Benedekelek mesekönyvet adunk. Ahhoz, hogy valaki jutalomkönyvet kapjon, jól is kellett teljesíteni a megmérettetésen, mely idén a városi jubileumhoz kapcsolódott. Az idei évben ezt a versenyt pápa 800 éves első okleveles említésének tiszteletére tartjuk, a szövegeink is utalnak erre, vagy pápáról szóló monda, illetve olyan épület, ami részben áll, de más néven. Ilyen épületre emlékezünk ezekben a szövegekben. Ez az épület egykor a Csóka vendéglő volt. Ezt a szöveget a legkisebbek, a 4. osztályosok kapták, mivel ezt a versenyt 4., 5. és 6. osztályosok számára szervezik meg. A megmérettetésre 32 diák jelentkezett a város általános iskoláiból, illetve az egyházmegye katolikus intézményeiből. A feladatsorokat az intézmény magyar tanárai állították össze, a javítást a diákok felkészítő tanárai végezték, a zsűri elnöke, dr. Hodászyné Pingicer Andrea a Tür gimnázium magyar tanára volt. A 4. osztályosok mezőnyében a veszprémi Gasler Máté lett az első helyezett, az 5. osztályosok közül a Tarcis Horváth Evelin, a 6. közül pedig a Szent Istvános Steiner Péter bizonyult a legjobbnak. A megye hivatásos vadászainak kezdeményezését támogatta a Bakonyerdő ZRT, a Verga ZRT és a Veszprém megyei Agrárkamara, amikor döntöttek a hivatásos vadász emlékhely létrehozásáról. A Hubertlaki turistaház közelében fekvő Bakonyi Gyilkostó szomszédságában kialakított emlékhelyet tegnap avatták fel ünnepélyes keretek között. A három szervezet ugyancsak munkatársaik javaslatára létrehozta a Hubertlaki kereszt elismerést, melyet első alkalommal a tegnapi ünnepségen adtak át. Festői környezetben a Bakonyi Gyilkostó mellett alakították ki a hivatásos vadász emlékhelyet.
A vadászok által felvetett ötletet minden Veszprém megyei vadgazdálkodással foglalkozó szervezet támogatta. Egy ilyen alulról jövő kezdeményezést először is meg kell vizsgálni, és hogyha az támogatásra érdemes, akkor fel kell karolni, és meg kell valósítani. Én azt gondolom, hogy nagyon sok függ az erdőgazdaságnál azoktól a dolgozóktól, akik a hétköznapokban végzik a munkájukat, és próbálják azt a hírnevet megőrizni, vagy tovább javítani, ami a Bakony erdőt jellemzi. Én mindenképpen tiszteletre méltónak tartom az ő tevékenységüket, és úgy gondoltam, hogy ezt az ötletet mindenképpen támogatni kell. A Szent Hubertust ábrázoló oszlop nem csak a vadászoknak lesz rendszeres találkozó helye. Állítatói abban bíznak, hogy a turisták, erdőjárók is megállnak előtte. Éppen ezért az emlékoszlop körül pihenőhelyet létesítettek, és felújították az erre futó ösvény lépcsőjét. Szent Hubertust idézi meg, tehát visszanyúl a történelembe, maga a hely is a gyilkostóval, meg az egész turisztikai központtal hordoz egy milliót. A Bakony szívébe vagyunk, tehát a Bakony gyöngyszeme ez a hubertlaki rész, ez így is jelenik meg mindenhol. Én úgy gondolom, hogy nem kell szeretni a vadászokat, el kell tudni csak fogadni. És ha elfogadják, és jó szájízzel mennek el innen az emberek, és úgy beszélnek róla, hogy igen, van egy vadász emléke, hát ezek a vadászok nem csak lőnek, hanem azért mást is csinálnak, akkor már nagy dolgot tettünk. A hivatásos vadász emlékhely avatással együtt első alkalommal adták át a most alapított Hubert Laki keresztet, melyel a kiemelkedő munkát végző hivatásos vadászok tevékenységét ismerik el. A Hubert Laki keresztet Fejes Dezső, a Hertelendi Környezet és Természetvédelmi Egyesület vadásza, idősebb Horváth Róbert, a Bakonyerdő ZRT kerületvezető vadásza, és Orbán Tamás, a Verga ZRT kerületvezető erdészvadász munkatársa vehette át. Hogy a hétvégén milyen idő várható, hamarosan megtudhatják. Szombaton borongós, többfelé esős idő lesz. Nyugaton délutántól az északi szél is feltámadhat. Hajnalban 0 és plusz 5 fok várható, délutánra 4 és 9 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap is marad a borongós, több helyen csapadékos idő, az eső délutántól az Alpok alján havas eső, esetleg havazás válthatja fel, de megmaradó hónak kicsi az esélye. A szél a Dunántúlon erős lesz, hajnalban 1-5, délután 4 és 8 fokra van kilátás. Kedves nézőink, ezek voltak pénteki híreink. Nézzék majd hétfőn is a híradót, várjuk Önöket, viszontlátásra!